Van egy 3 éves gyerekem. Na hát, az enyém is. 3. Mi a hobbid? Nagyon szeretek úszni. Én is szeretek. Heti 3-szor úszom legalább. Jó, mert ott garantáltan nem szól hozzám senki, és akkor tudok kikapcsolni igazán. Megértelek, én is full introvertált vagyok. Befele lubickolok. Szimpi vagy. Már átlátom, mit művelsz. Mit művelek? Lelki tükörkép vagy. Megegyeznek a gesztusaink, hasonló szóhasználat, másolod a testtartásom, a mozdulataim, a kézmozdulataim is leutánoztad. Persze nem feltűnően ügyes vagy. És úgy érzem, a beszédstílusomra is ráhangolódtál. Azokat kedveljük jobban, akik hasonlók hozzánk, és akikkel megegyezik az érdeklődési körünk, hasonló a sorsuk is. És ha téged is érdekel, ami engem, és hasonlóak a körülményeid, azzal azt üzened, hogy a bajtársam vagy. Akkor hát nem az ellentétek vonzák egymást? Akár ez is igaz lehet, mert érdekes rövid távon, de ez még nem teremt lelki közösséget. Ezért én hosszú távon a hasonlóság elvében hiszek, és nem is kellenek feltétlen a közösen átélt élmények ahhoz, hogy közelebb hozzanak valakihez, elég, ha csak hasonlóban volt részetek. Ezért kötetnek szinte azonnal barátságok két ember közt, ahol nagyobb súlyú dologban volt közös pont az életükben. Ilyenkor azt gondoljuk, hogy a másik sorstárs, és nyilván megért minket. És ez automatikusan rokon szenvet vált ki, hiszen mindannyian megértésre vágyunk. Rendben. Szerintem te is követed Mokán Marit. Igen, itt egy újabb közös pont.